Pince Balás Szegedi tréner a meccs előtt azt mondta, Belgrádban dől el minden. Közben itthon a héten jó kis gálomeset játszottak a juniorok Benedek Tibor felnőtt pólóválogatottjával, hattal kapva ki. A bajnokságban jön a rájátszás, a sorrend segedeger vasas pólóaktualitások kemény Ferenc vízilabda edzővel, az utánpótlás Sas szemével, hogy úgy mondjam. Jó reggelt kívánok! szervusz. csúcsban! Szervus, szervus. <laughs> <laughs> Amióta nem vagy titulus szerint e, utánpótlás igazgató. Azóta hogy telnek a napjaid? Pontosan ugyanígy, vagy majdnem másként? Szinte változatlanul nincs különbség az előzetes évek és a mostani tevékenység köröm között. Ami van, az hangyányi. Hangyányi. De é. az a lényeg, hogy úszod a gyerekek, figyelem, Így van. ott vagy, csinálod. Hát igen, mert például a derbiken, az utánpótlás bajnoki mérkőzéseken nagyon régóta figyelem, de most aztán beérlelődött nálam egy kapus gyereknek a neve. Igen. Úgy hívják, hogy Kardos Gergő, aki egy meglátásom szerint nagyon nagy szám lesz. Minden adottsága megvan. Tehát termeli a magyar vízilabda az újabb és újabb tehetségek. Ennek egyébként mi az oka? Mert hogy ti viszonylag időben elkezdtetek kicsit kongatni vészharangokat egy-két évvel ezelőtt, hogy figyeljünk oda jobban az utánpótlásra a nagy csapat fantasztikus sikerei mellett. És azt az ember azt gondolta volna, lehet, hogy lesz egy nagy generációs szakadék. És most meg mintha úgy gondolná az ember, hogy hát azért, hogy a jó vizadázók tömik befelé azt a szakadékot. A tevékenység jellegében történik, történik és történik változás. Azt megelőzően a tagdíj vízilabdázás véget tömeges képzés volt kényszerből a klubokban, miután a tagdiakból éltek a klubok. Olyan, mint az egyetem, hogy mindenkit fölvesznek Így van. a támogatás jár. És most ez szerencsére változik, illetőleg kellene és kéne, hogy változzon. Én nagyon remélem, hogy változni fog. És a kiemelkedő tehetségek fognak nagy elánnal foglalkozni a klubokban, nem úgy, mint eddig. <coughs> Nézzük meg például, hogy a klubcsapataink hogyan állnak. Az előbb láttuk ezt a szegedi hazai vereséget a BL-ben. Ez az idei BL, ez ugyanakkor egy nagy lehetőség lenne, lett volna, meglátjuk, hogy, hogy hogyan alakul a végén, hogy mondjuk egy magyar csapata a döntőbe ússzon. Mi volt a baj ezzel a Szegeddel most? Én szerintem nem baj van, hanem a tények, a tapasztalatok és a tények azt igazolják, hogy a pólon belül a posztok fontossága az utóbbi tíz évben teljesen átértékelődött. Vannak jelentős és sokkal jelentősebb pozíciók. Ilyen a posztja. Azért értékelődött föl például? Hát olyan mértékben, hogy százalékos összetevője 60, az összes mezőjátékoshoz képest. Mondjuk ez mennyi volt mennyi. 20 évvel ezelőtt, vagy 30? Hát meg inkább fordítva, vagy még inkább. Aha. Még inkább a kapus terhére. Uh -huh. Ma pedig ez a helyzet. Hát ez, a sefiknek lő egy gyerek, egy vízilabdás gyerek, azt hiszi, hogy a falnál van. A nincsen ajtó. Hát ami egyrészt abban. nincsen ajtó, hanem van egy a kapu harmadát betöltő felsőtest, uh -huh. és amely mindig ott áll a lövővel szemben. Úgyhogy ennyire egyszerű ez, illetve ennyire nem annyira edző kérdés, sőt, rajta, hogy nem, hát még a gyereket is úgy, ahogy föl lehet menteni. Vannak megoldások, de nem könnyű. Na de például akkor nem véletlenül említetted az előbb egy ifjú kapus nevét. Például akkor az egyik megoldás, hogy meg kell találni a zseniális, alkatilag is alkalmas képességekben is ott lévő magyar kapusokat. Én abban bízom, hogy ez a Kardos Gergő nevezetű kis fiú idézőjelben. Hány éves fiúról 95-ös születésű. Uh -huh. Lesz a magyar sefik. Azt mondod? Igen, én nagyon bízom benne. Ha, nem szoktam. Hát a téved. sok tévedésem között ez lesz az egy következő, ha nem így, ha nem így alakul a sorsa. Tehát azt mondta, hogy ezen a mérkőzésen a szeged összeomlás az, hogy hogy ne is azt nézzük, hogy egy húzomban mennyi gólt kaptak, hanem hogy mennyit nem tudtak lőni. Sefik miatt. Igen, nem összeomlás, ez egy tényleges uh -huh. helyzet. A tényleges erőviszonyok a posztok közötti meghatározó jellegzetességeknek az egyenes következménye volt. Úgyhogy a kapuson kívül mely poszt a következő, amelyik felértékelődött a vízilabdában, a modern mai vízilabdában? Felértékelődik bizonyos értelemben majd, hogy nem az összes posztot befolyásoló tényezők figyelembe vétele nélkül. Ez a center beg pozíció, uh -huh. hát óriási jelentőségű, csak a baj az, hogy mindenfajta szakmai elképzelés, mert rengeteg volt, van, lesz, új, régi felújítása és a többi, rengeteg külső tényezőtől függ, elsősorban például a két bírótól, de tovább megyek. Minden egyes ilyen pozíció, ö, harc, idézőjelben összecsapás, ha egyeztetésre kerülne a sor az ellenféllel, akkor másképp alakulhat a helyzet, de erre általában nem szokott sor kerülni. Hát ugye ez neked a régi veszőparipát, hogy ki lehetne zárni a bírókat, hogyha megbeszélnénk, hogy első vérig megy a harc. Igen, ki kellene zárni a bírókat a vízipólóból, és abban a pillanatban egy nagyon fontos bizonytalansági tényeződő szabadulna meg a játék. Hát nem győzöm, hangsúlyozom, hogy amikor fölmerült a szerencsétlen birkózó sporttal kapcsolatban ez a kizárás, hogy a nobnak van igaza, de a birkózással kapcsolatban, a birkózás egy fantasztikus sport, hanem azzal kapcsolatban, hogy száz szakértő, 1500 néző ül egy meccsen, és nem tudja, hogy kinek a kezét fogják fölemelni, és ha fölemelték bármelyik versenyzőjét, hogy miért azért. Tehát gyakorlatilag Egyértelművé kellene tenni, hát ha én a birkozóknál lennék, egy fogast föltennék a falra, és az a győztes, aki a másikat fölakasza a fogasra, és akkor vita nincs. Tudom, hogy ki a jobb. Hát nekem ez a véleményem, úgyhogy ez a polóra is vonatkozik, hogy tiszta vizet kell önteni a pohárba, és annak csak a egy módja van. Igen. Hát ez jelen esetben, átvit értelemben a medencében. Fecsóba, visszatérve a szegediekre, amit az elején említettem, hogy Vince Mester már a meccs úgy fogalmazott, hogy Belgrádban dől el minden. Hát ezek után még áll ez? Jó, hát de nagyon helyesen képzett a balás, ugyanis ő arra gondolhatott, hogy a posztokat összehasonlítva tulajdonképpen nincs különösebb mert a baksalacika sem akárki. Igen. Csak hát a tényleges, aktuális teljesítmények döntenek. Pedig a lacika is nagyon jól védett. Csak a másik oldalon egy fal volt. Uh -huh. No, menjünk rá a magyar bajnokságra egy kicsit, ugye itt a, a, a rájátszás. Te hivatalodból, helyzetedből, múltadból fakadóan szurkolsz, szurkolhatsz valakinek, valaki közelebb áll a szívedhez? Nem szabad. Soha, amióta semlegesen szövetségi állásban voltam, mindenfajta olyan pozícióba, ami fölötte áll a kluboknak, abban a pillanatban elszakadtam mindenfajta klubérzelemtől, mert ez borzasztó vakvágányra vezet, uh -huh. hogyha valaki a kedvencét teszi be, és nem azt, aki jobb. Tehát ilyen értelemben teljesen semleges szemlélettel figyelem az eseményeket. És ez a semleges szemléleted, ez mit mondat most veled? Mondhatjuk azt, hogy a Szeged vasos kiemelkedik a mezőnyből? Én inkább azt mondanám, hogy öt csapat... Tehát amely, csapot, a játékos szólnakot. szerkezetét, a, a összeállítását, a játékos keretét tekintve közel azonos szinten van, és a napi helyzet, a napi formák alapján döntik el a mérkőzéseket, illetőleg egy-egy posztokon mutatott nagyon jó vagy kevésbé jó teljesítmény. Aztán mögöttük van egy közös szinten levő középmezőny és egy-kettő gyöngép. De mi az oka annak, hogy most, hogyha a táblázatot nézzük, akkor a Szolnok is a Debrecen kissé lemaradt ettől a háromtól a nagy fogadkozások, meg hát azért a főként Szolnokon a, a, komoly anyagiak ellenére is. Jó, hát a, Olyan ez, mint a Manchester City. A dollár nem lő gólt. Olyan ez, mint a Manchester City. A dollár a nem lő gólt, gólt, de azért figyelembe kell venni, hogy a szólnok számos fontos mérkőzésen egy-egy góllal kapott ki. Na most azt már az előbb elemeztük, hogy mi nem múlik mi minden, milyen csekély dolgokon múlhatnak a gólok. Hát van egy ilyen pech létezik, úgyhogy én egyáltalán nem tartom ezt reálisnak, hogy ők bestabilizálták magukat erre a teljesítményre, előre léphetnek. Az alapszakaszban látottak alapján ez a bajnokság jobb mondjuk a tavalyinál, tavaly előttinél? Mindenképpen. Ugyanis azt tapasztalhattuk, hogy a mindenkori felnőtt válogatottnak az úgymond közvetlen utánpótlása jelentheti az a száz játékos ezt az utánpótlást, akik az élvonalban, a különböző nb 1 es Aha. klubokban, ob 1 klubokban játszanak. Tehát van száz olyan vízilabdázó, aki egy pillanat alatt ott lehet a válogatottba. Érdekes módon, hogy a junior válogatottba a fiatalok a korkülönbség miatt között legfeljebb egy, kettő vagy három lehet ilyen. És ez egy teljesen természetes jelenség, mert az érés folyamata, az ma már 20-22 éves korban fejeződik be. Kitolódik. Tehát borzasztó módon hátrányban vannak, idézője be a nagyon fiatalok. Az a régi idők polója volt, hogy az ifjúból be lehetett ugrani a, a nagy csapatba. Ma is be lehet, csak nincs értelme. Uh -huh. A végére értünk, még annyit mondják, hogy ez a junior válogatott bajnokságba való nevezés, ezt kellene folytatni? Szerintem nem kellett volna elkezdeni. Nem? Nem kellett volna elkezdeni, mert a rengeteg terhelés, amit kapnak, az annak az arányossága egy élsportoló minden egyéb tevékenységvel kapcsolatban eltolódott. Ugyanakkor nagyon hasznos is volt, hozott rengeteg tapasztalatot, sokkal jobban, jönban lehet tudni azt, hogy kire lehet számítani, vagy kire nem. De mint, mint rendszer, mint edzés-módszertani dolog, ez szerintem nem követendő.